Sziasztok! Raki vagy! Ma a médiavásárlóval fogunk foglalkozni bele a videóba. Médiavásárlóként kulcs szerepet fog játszani annak biztosításában, hogy a hirdetési és promóciós kampányok a lehető legalacsonyabb költségek mellett a lehető legtöbb emberhez jussanak el a célközönségből. A szerepkörök általában a reklám és médiaügynökségeken alap. Dolgozhat különböző médiában, vagy specializálódhat egy adott területre, például film, internet, nyomtatás, rádió, televízió. Egyszerre általában több ügyfélfiókon dolgozik. Egyes teljes körű szolgáltatást nyújtó ügynökségeknél a médiavásárló szerepét a médiatervező szerepével kombinálja. Felelősségek. Médiavásárlóként a következőket kell tennie: azonosítsa egy adott médiakampány célközönségét, és döntse el, hogyan lehet a legjobban kommunikálni az adott közönséggel naprakész az iparági kutatási adatokkal, beleértve az újságok és magazinok terjesztési adatait, valamint a televízió és rádió közönség adatait figyelemmel kíséri a vásárlási stratégiákat kapcsolattartás és kapcsolatok kiépítése ügyfelekkel és médiaértékesítő cégekkel működjön együtt a médiatervező csapattal, hogy biztosítsa kampányok működőképességét, és folyamatosan tájékoztassa az ügyfelet a jóváhagyott médiatervről. Kommunikáljon a médiaértékesítőkkel, hogy a médiaütemezéseket a közönség adatokhoz igazítsa. Végezzen kutatásokat az önterületén zajló iparági fejlesztésekről, új lehetőségekről és a versenytársak tevékenységéről, elemezze a kampány hatékonyságát, és használja fel ezeket az adatokat a jövőbeli kampányok tájékoztatására. Remélem tetszett ez az információ. A hasznosnak találja ezt az információt ahhoz, hogy médiavásárlóvá váljon, ossza meg ezt a videót barátaival és másokkal, amennyire csak lehetséges. Köszönöm!